április 25-én. Ez az élőadás az Infobaba csatornán. Ez, ez, esetben ugye kérdések és hozzászólásokkal fogunk foglalkozni, remélem mindenki nagyszerűen van. És ha esetleg eddig még nem tettétek volna meg, akkor, akkor nagyszerű lenne az is, hogyha meg tudnátok osztani a linkét ennek a, az élőadásnak, és akkor eljutna még egy rakás emberhez a szuper lenne. Ha, ha, bármi kérdés van, akkor ez, ez a leg, leges, legnagyszerűbb alkalom, hogy, hogy ezt hogy ezt megtegyétek. Közben nézegettem itt a komment, a hozzászólásokat. <laughs> Oké. Okay. Akkor ma nincsen kérdés, néhány dolgot azért elmondanék elmondalék most az elején azt megígérem, hogy nem fogom nézni a, hozzászólásokat, inkább megpróbálom kibírni, mert most talán, talán kézben tartják ezt helyettem, úgyhogy ez nagyszerű lenne. Én bízom, bízom ebben. Úgyhogy mielőtt nekiindulnánk, aha, a, ami múlt hét, nem bocsánat, ami kedden volt, és beszéltünk a Holdról, illetve arról, hogy hogyan is keletkezett a Hold, valamint a kábel rendszer, amin az internet meg a telekommunikáció folyik, ezt a két videót megcsináltam, illetve azt az egyet megcsináltam két kisebb videóba, és ezek meg fognak jelenni majd az Infobubble csatornán, úgyhogy ott nyugodtan azokat megosztogathatjátok, akinek akarjátok, ezek a rövidebbek lettek, meg szerintem az elég jól összefoglalja azt a témát, amiről beszéltünk és mondom, olyan fél óra az egyik, talán 40 perc a másik, nagyjából így alakul. Úgyhogy ezek már az egyik fent van, a másik pedig azt hiszem holnap este lesz látható, és ezt összevágdostam, kivágtam belőle a szüneteket, mert ugye elég sok fennakadás volt, és így az gyorsabb is lehet meg szerintem sokkal szórakoztatóbb. A másik dolog, amit mondani akartam, ez, ezen a csatornán is lesz egy, egy beszélgetés a Jehova tanúival, illetve a Yahoo útja csatornán szintén megtekinthető, ez is holnap este 20 óra körül, valahogy úgy lesz a premier, de hát ezt úgy is látta mindenki, ez holnap estétől látható szintén itt a csatornán. Szerintem az is nagyszerű lesz. Még egy dolgot hozzátennék, az pedig az, hogy amit ugye ír az apostol Pál vagy Saul, a Galatákhoz írt levelében azt mondja, tehát ellenségetek lettem, megmondván nektek az igazad, én ezt tartom észben, és azt javaslom, hogy mindenki erre gondolja, amikor nézegetik ezt a ezeket a videókat. Én csak megosztom azt, amit találok az interneten, aztán mindenki eldönti magának, hogy, hogy mi az, amit leszűr belőle. Itt láttam, valaki írt az álhírekkel kapcsolatban. A média az álhírek. Én, én nagyon sajnálom, hogy ez, ez nem... Esett még le eddig a legtöbb embernek, de a média az, ami félrevezeti az embereket. A média az, ami a propaganda. Mindig is ez volt, mindig is ez lesz, ez a célja. És én igyekszem felébreszteni az embereket ezzel kapcsolatban. Minden, amit látnak a tévében, a médiában, amit tanulnak az iskolában, úgy, mint történelem vagy tudomány, ezek a dolgok, ez mind a propaganda része, a program része. Nem mondom, hogy mind hazugság de az biztos, hogy igazság nincs közte. Valamilyen formája az igazság elferdítésének. Ezért mondják el nekünk. Ha igaz lenne, nem mondanák el nekünk. Miért is? Mondanák el. Gondoljon csak mindenki egy nyájra. A tulajdonos, a gazda, a juhásznak nincs semmi érdeke, nem fűződik ahhoz, hogy tudják a birkák, hogy miről van szó. Nem kell, hogy tudják. Ugyanez a helyzet velünk is. Úgyhogy én sajnálom azokat, akik azt gondolják, hogy én félrevezetem az embereket. Én nem, vezetek félre senki. Én csak megmutatom, én csak megmutatom a, az igazságot, aztán rábízom mindenkire, hogy eldöntse, hogy mi az, amit gondol erről, vagy mi az, amit kezd Ha valaki azt akarja hinni, hogy egy gömbön lakik, hogy ő egy beszélő majom, és a víz hozzáragadt a gömbhöz, meg a levegő, nincsen gond. Nekem az sem probléma. Én csak egyszerűen nem hiszem azt el. Oké? Okay? Úgyhogy erről ennyit. De nézzük, mert végül is a kérdésekről lenne szó, azon az értelme. Oké, okay, ez hát, ez már régebbi, mint, mint öt nappal ezelőtti. Igen, az nagyszerű lenne, ha megosztanátok, illetve illetve like az a, ezt az egész dolgot, mert az is segít, hogy eljusson az emberekhez. Oké? Okay? Hmm szóval arról van szó itt hogy az épületeknek dőlni kellene, de még a városon belül is, ugye ezt de ez így van, amúgy én sajnálom hogy ez nem világos, ha van egy város, ami mondjuk 20 kilométer hosszú, vagy 30, akkor a végén a gömb miatt annak dőlnie kéne nem azt mondom, hogy ferdén kéne, hogy álljon de mindenki, ez csak egyszerűen így van én erről nem tehetek a gömb az így működik, szóval akár te jó ég, akár nem, ugye, amit Gabi mond, ez csak egyszerűen egy tény. Minél nagyobb a város, annál inkább kellene, hogy dőljön. De hogyha egy épületet vizsgálunk 20 km vagy 30-ról, akkor meg mindenképpen. Ez csak a gömbnek egy, egy sajátosság. Én erről nem tehetek. Nem azt mondom, hogy, hogy mondom, hogy úgy dől, hogy esnek az emberek belőle, de mindenképpen dőlnie kéne a mi szemszögünkből, hiszen egy gömb így viselkedik. Akár mennyire is nagy ez a föld, ki lehet számolni, hogy mennyi az a, a görbület, ami, ami, egy bizonyos távolsághoz tartozik, és onnantól kezdve annak meg kell, hogy jelenjen. Mert ez, ez a kilométerek számával növekszik. Négyzetesen ráadásul. Azt mondja, hogy ezt nem gondolod komolyan. De igen, ez van. Én, én ezt nagyon sajnálom, hogy ez így van. Nem lehet körbeautózni. Nem kell, hogy olyan, hogy olyan nagy legyen ahhoz, hogy, hogy dőljenek az épületek. Mindenki számolja utána, néz meg, gondolja át, és rá fog jönni, hogy így van. Nem lehet körbeautózni egy nap alatt. Akár gömb, akár nem. A földet nem lehet körbeautózni a kontinensek miatt. Úgyhogy nem tudom, hogy ezek az emberek miről beszélnek, de körbe semmiképpen sem lehet autózni, semmiképpen sem lehet körbe hajózni a földet. Kerülgetni kell mindenképpen kontinenseket, úgyhogy teljesen fölösleges azzal jönni, hogy hogy a kört nem lehet körbe hajózni, ugyanúgy körbe lehet hajózni, mint ahogy egy gömböt körbe lehet hajózni, az kész. Mindenkinek csak el kell fogadnia azokat a tényeket, amik az ő élet filozófiájával együtt járnak. Ha valaki azt mondja, hogy egy gömbön él, akkor ezek a dolgok ott egyszerűen csak így vannak. Ugyanúgy, ahogyan ha valaki azt mondja, hogy ő egy beszélő majom, akkor el kell is fogadni azt, ha valaki azt mondja rá, hogy ő egy beszélő majom, az kész. Ha valaki azt mondja rám, hogy én azt hiszem, hogy él egy ember a felhő közt, aki irányítja az életünket, akkor én azt mondom, hogy nagy kaland, én ezt hiszem, az kész. Majd a végén bebizonyosodik, hogy kinek van igaza. Én csak azokat a, az információkat osztom meg itt, amiket én megtalálok ezzel kapcsolatban. Ellesleg nem ember, de mindegy. Úgyhogy hiába. Ez persze, hogy komolyan gondolom. Vagyis hát én nem, én tudom, hogy ez nevetséges, de ez van. Mindenkinek, aki elhiszi ezt, annak kéne ezt komolyan gondolni. Mert ez az, amit tanul az iskolában. Ekkor a gömb, az kész. Ez így működik. Nézzük a, a következőt. Oké, okay, ez, hát azt nem tudom már, hogy mikor érek ezek. Sajnálom, de nem frissek, mert azokat a végére hagytam. Mert próbálok ezeket, ami érdekes egyáltalán. Azokat megválaszolom, csak sose jutok el idáig. De most meg fogom kísérelni. Azt mondja, hogy hol van, hogy van az, hogy ahol vége van a földnek, a tengervíz nem folyik le, vajon mi állítja meg? A lapos föld térképe véges, ahogy nézem, és sok helyen a véget. Nem. Még egy, egy dolgot hagytadjak hozzá. Én nem tudom pontosan, hogy hogyan néz ki ez a, ez a hely, ahol élünk a föld. Van egy elképzelésem róla, és én nem is titok szerintem senki előtt, hogy én elhiszem azt, ami le van írva az úgynevezett Bibliában, én úgy gondolom hogy az közelebb áll a valósághoz, mint bármi amit, amit az emberek vélnek erről az egészről ez csak egyszerűen én bevállalom, hogy ez szerintem így van az kész én igyekszem most már visszafogni magam amikor arról van szó, hogy azon röhögjek, hogy ki mit hisz, mert a valóság az eléggé Hihetetlen, akár tetszik, akár nem, úgyhogy ha valaki ezt akarja hinni, vagy azt, nekem az is jó. Én azt mondom, hogy szerintem ez így van. Hogy pontosan hogy néz ki, azt nem lehet tudni azok alapján, amiket én olvastam. Van egy elképzelésem, és én azt meg be is mutattam mindenkinek a, a videókban, amiket erről készítettem, abban a 110 darab videóban, amit a laposföldről. Megcsináltam az elmúlt évek során, és szerintem abban nagyszerűen össze van ez foglalva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a víz nem tud lefolyni róla, mert mert megállítja az, amit mi Antarktisznak hívunk. Ami gyakorlatilag, most megpróbálom megkeresni azt a képet, amit ide szerkesztettem most a lapos Földről, de nem tudom, hogy megtalálom -e, de nem. Na mindegy, mert aztán még bele, bele akarok menni abba, hogy a rák, hogy alakul meg ezek a dolgok, de na se baj. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, amit mi antarktisznak hiszünk, mint egy földrész a gömb alján, az az, ami körbe vonul a a föld körül, és ez az, ami megállítja a vizet, hogy ne folyjon le, de én sz szerintem lehet, hogy fölösleges is ezen túl sokat gondolkodni, hogy mi az, ami visszatartja. Ha valaki el tudja képzelni azt, hogy, hogy egy varázserő odaragasztja a vizet a gömbhöz, annál sokkal egyszerűbb az, hogy van egy, egy korong alakú élettér, és annak a, a végén egyszerűen csak van egy fal, ami megállítja. Az, az sokkal életszerűbb és közelebb áll ahhoz, amit mi tapasztalunk szerintem, mint az, hogy ez egy hogy ez egy gömb, és van egy ilyen mágikus erő, aminek a hatására hozzáragad a víz. Egyébként, ha így néz ki, már pedig szerintem egyértelmű, hogy valami ehhez hasonló, ehhez hasonlóan alakul a föld, akkor megállítják a ez a fal, ami körbeveszi a földet. Nyilván ez egy keresztmetszet, úgyhogy ezt úgy olyan nézetből kell vizsgálni, meg elképzelni de az ég oszlopai megállítják a vizet, hogy lefolyjon. Én, én tisztában mondjuk azzal, hogy ez bizarrul hangzik, és nevetséges. Oké, okay, szóval én nem, nem is ö, nem is csodálkozom azon, hogy a legtöbb ember nem hiszi ezt el. Én csak azt mondom, hogy vajon akkor is ezt gondolná mindenki erről, hogyha az a tizen, az első, az életének az első 18 éve nem a programozó helyeken telt volna el, amiket mi iskolának hívunk, hogyha nem azt a programot kapta volna állandóan mindenhonnan, hogy mi egy gömbön élünk, és mi állatok vagyunk, amik véletlenül csak kitalálták, hogy hogyan kell a dolgokat összeütni, ahhoz, hogy aztán legyen belőlük valami. Mert szerintem én nem vagyok benne biztos, hogy bárki is saját magától azt gondolná, hogy ez az élettér, ahol mi élünk, ez, ez repül a semmiben, és hozzá Hozzá a víz, meg a levegő, úgyhogy vákum veszi körül. Világos, hogy, hogy mit akarok mondani? Próbálja meg mindenki egy kicsit azt a programot elfelejteni, hogy benne van a fejébe, és úgy vizsgálni a, a, a valóságot. Miért kell nekem megerőszakolni az elmémet ahhoz, hogy elfogadjam a valóságot, amit a tudomány elénk tár? Én szerintem ennek nem így kéne lennie. Pontosan Mindenből a, az emb, senki nem azt érzi, amit tanul az iskolában, hanem valami egészen más. Csak aztán egy idő után megerőszakolja mindenki az elmét, és azt mondja, hogy már pedig nem úgy van, ahogy én tapasztalom, hanem úgy van, ahogy ezek az emberek mondják. Elfogadok egy világnézetet másoktól, annak ellenére, amit tapasztalom. Ez szerintem azért egy elég súlyos dolog. A laposföld nem ér össze egyik vég a másikkal, de ezt már megbeszéltük, hogy összeér, és ö, azt is, hogy ez, hogyan is marad ez a víz ott. De, de van egy nagyszerű videó erről, és az a címe, ha jól emlékszem, hogy az Antartisz, az antarktiszi jégfal, vagy valami ilyesmi a laposföldön. Én azt javaslom mindenkinek, hogy kerítse elő azt, és nézze meg. Előbb fel kell gyorsítani egy kicsit, mert akkoriban még lassabban mentek a dolgok, de abban nagyszerűen megtalálja mindenki azt majd, el, el van magyarázva szerintem nagyszerűen, hogy, hogy hogyan is működik ez az egész, és mi, a, mi ez a konstrukció, vagy, vagy hogyan, lehetett, hogyan ért el a teremtő azt, hogy, hogy, mi igazából egészen mostanáig fogalmasabb volt senkinek, hogy, hogy mi történik ott. De nézzük a következőt. Persze minden bolygó gömb alakú, ezt nem tudjuk. Oké? Okay? A senki nem tudja, hogy minden bolygó gömb alakú-e. Azt tudjuk, hogy úgy néznek ki. Én erről már beszéltem korábban. Az, amit látunk, az más, mint ami van. Ez szerintem... Ez szerintem egyértelmű kellene, hogy legyen mindenki számára. Oké, okay, ezt az embert most már letétem én magam innen. Szóval... Pillanat, azt nem tudjuk, hogy, hogy minden bolygó gömb alakú-e, azt tudjuk csak, hogy annak látszik. Oké, okay, ez olyan, mint a hologramokról, amikor mutattam a videókat, az, hogy attól függetlenül, hogy látjuk, az nem azt jelenti, hogy ott van, vagy olyan, amilyennek mi látjuk. N -n -n nem akarok belemenni, hogy hogyan is lehet megcsinálni, de a videók, amit, amiket megmutattam a, a keddi élőadás során, arról, amit uh, mi készítettünk a csillagokról, azok egyértelműen nem gömb alakúak. Most megpróbálom összehúzni még egyszer ide, csak azért, hogy hogy mindenki lássa. Azt, azt nem mondom kétségbe, hogy hogy valóban a. Pillanat, csak nem tudom, hogy. Hopp, egy. Hát, vagy hármat megpróbálok, és aztán megmutatom így, akkor, ha már itt vagyunk. Szóval itt van ez a. Ez az egyik. Ez nem gömb alakú, oké? Okay? Ha valaki ránéz erre a videóra, mindjárt hagyj állítsam be a, a képét rendesen, hogy középen legyen. Nagyjából így. Oké. Okay. Szuper. Tehát, én nekem nem mondja senki, hogy ez gömb alakú. Most megcsinálom akkor megint. és ezt mi készítettük a saját kameránk, a szóra. ez nem letöltve van, meg ez, ez, nem az, hogy jaj, ez egy trükkfelvétel, vagy akármi. Ezt ez egy saját felvétel, és így néz ki ez a dolog, ami rajta van a felvételen. Úgyhogy én nekem ez nem egy gömbnek tűnik, sajnálom, hogy azt kell, hogy mondja mindjárt. Gondolom nem volt olyan egyszerű befogni a... Hopp, aha, itt van. Oké, okay, ez nem egy gömb. Ennek semmi köze nincs egy gömbhöz. Ez legjobb esetben egy kör alak, de látja mindenki, hogy hogy ennek valami másnak kell lennie, mint, mint, mint egy gömbnek, ahova mi le tudunk szállni. Próbálom megtalálni a jobb felvételeket, és akkor hát ha. Az segíteni fog. Itt van egy. De mondom, ezt, ezt meg fogom csinálni, ezeket egy videóba is feltöltöm. Ez talán a legnagyszerűbben mutatja azt, hogy ezek nem gömbök, ezek nem olyan dolgok, ahova le lehet szállni, vagy, vagy ott mi, mi zöldséget fogunk termeszteni. Most, ha valaki meg, meglátja ezt, akkor neki a zöldségtermesztés jut eszébe, hogy, hogy majd mi zöldséget fogunk termeszteni, mert nekem egyáltalán nem úgy tűnik. Oké. Okay. Na mindegy, ezt. Ö, abba is hagyom. Tehát erről ennyit, hogy a Föld, hogy minden bolygó gömb alakú. Itt van a bizonyíték rá, hogy nem minden bolygó gömb alakú. Most miért kellene nekem ahhoz az elmémet megerőszakolni, hogy elfogadjam, hogy gömb alakú, mikor. mikor látszik, hogy nem az itt van a felvétel, most mit csinálj? Fogadjam el azt a rajzokat, amiket a náza mutat nekünk, csak azért, mert ők azt mondják, a nap is, a hold is kivéve a földet. Nem tudjuk, hogy a nap, vagy, vagy a nap az gömb alakú, ugyanis a napot nem, nem, tudjuk így megnézni. Legalábbis én nem láttam még soha, senki más nem látta mindenki, csak ezeket a fantázia dolgokat látják, amiket a náza prezentál számunkra, és ez az, amit elfogad a legtöbb ember bizonyítékként. Szóval ez, ez, csak egy feltételezés, hogy minden gömb alakú. Vicces, hogy azt hiszi valaki, hogy gömb alakú, annak ellenére, hogy nem látta soha. Szerintem az a vicces. Oké, okay, a naplemente, a hold is követi, keleten fején, nyugaton lemegy. Így van. Ez is egyértelműen a lapos földet bizonyítja, de azért, mert ahogy megy a nap körbe, az egyik irányba elmegy, a másikon meg visszajön, az egyiken elmegy, a másikon meg visszajön, a gömb ugyanígy magyarázza ezt. Úgyhogy ez nem magyarázat egyikre se, meg a másikra se. Ami igen, az az, hogy nem lehet tapasztalni a görbületet, hogy itt láttuk a videót az előbb, hogy ez nem gömb alakú, ez az égi test, egyik se az volt, ennek ellenére nekem valami oknál fogva azt kéne hinnem, hogy gömb alakú, mikor látom a saját szememmel, hogy nem. De mindenképpen nekem az elmémet rá kell venni, hogy elfogadjam azt, ami, amiről látom, hogy nem úgy van. Oké, most itt van egy ilyen, egy ilyen egyveleg, úgyhogy megpróbálok ezen gyorsan túljutni, bár ezt valahogy megválaszoltam már. A plazma talán az lenne a megfelelő kifejezés, de én nem értek ezt, szóval nem tudom azt mondani, hogy plazma vagy sem. Én úgy gondolom, hogy valamiféle elektronikus jelenség, és a másik az, hogy szerintem nem csak hogy egy elektronikus jelenség, hanem az is egyértelműnek tűnik, hogy hogy a vízben van benne, ahogyan azt írja a a Kánon vagy a Biblia. De ebbe nem akarok belemenni, mert ha valaki nem hisz benne, nem probléma, csak azt mondom, hogy hogy, hogy szerintem egyértelműen az, az, hogy sokkal jobban hasonlít, mint, mint ahhoz, amit nekünk előadnak, de megmutatom a, az, hogy miket, miket mutat a náza ezekről az égitestekről, hogyha gyorsan találok képeket, egy pillanat, ja, ezeket, ezeket bolygóknak hívják, jól tudom? Egyébként, ha valakit érdekel, megvan, a, a planéta, mint szó, ugye, amiből az angol planet szó származik, az a görög planéta, planétész, és az vándorló csillagot jelent planétésznek hívják az írások, azokat, amiket az emberek nagyjából úgy hívnak, mint hogy bukott angyalok. Ezért mondom, hogy ez a történet sokkal összetettebb annál, mint hogy hogy ott kering körülöttünk Merkur, Vénusz, Mars, Föld, és azok, egy ilyen, azok ilyen golyók. Itt, itt van az szerintem, amire gondol a legtöbb ember, mikor égi van szó. Azonban ezeknek egyike sem igaz. Ezek nem, ezek nem a valóság. Ezek rajzok. Ez, ez egy képregény, amit látunk. Egyiket a másik után nézhetjük, ez egyike sem igazi felvétel. Nem lehet az. Nekem nem mondja senki azt, hogy ez igazi felvétel, vagy ez még ha az is, hogyha ők annak adják el, hogy ez igazi. Láttuk az előbb, hogy nem az. Látta mindenki a saját szemével, hogy hogy néz ki ez egy, egy kamera lencséjén keresztül. És az nem hasonlított egyikre se ezek közül. Sőt, ennek az ellenkezője volt. És biztos vagyok, hogy idővel még többet fogunk ebből, ahogy egyre egyre jobbak leszünk ezekből a felvételekből kapni. Ez, amit, amit, az emberek gondolnak a világegyetemről, ez, ez valaki másnak az agy szüleménye. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki nézze meg azt a videót, aminek az a címe, hogy a hold keletkezése, és hogyha abból nem érti meg valaki, hogy ez, ez embereknek a, a ké, emberek képzeletének a szüleménye, akkor, nem, akkor lehet, hogy még időre van szüksége. Egyszerűen csak elmondják szó szerint, hogy ezt ők kitalálják, hogy ezzel foglalkoznak, hogy kitalálnak ilyen, ilyen hazugságokat. Amit Gábor mond, hogy mint amikor a medence vizén tükröződik a víz, pontosan így néz ki szerintem. Ez a lényeg ennek. Pontosan úgy néz ki, mint hogyha a vizen keresztül néz valaki egy fényt. De én nem akarok senkit megbántani, ha valaki nem hiszi el. Egyszerűen ez az, amit én hiszek, az kész. Oké, okay, azt mondja, hogy hogy lehet a zsidó a kiválasztott nép? Ezt, ez azt jelenti, hogy az urad rasszista, nem? Nem. Egyszerűen csak kiválasztott a népet. A rasszizmus, hogyha utána venni a fáradtságot, és mindenki utána nézne a rasszizmusnak, a, a rasszizmus nem létezett a, az írásokban. A rasszizmus, az a 19. század közepetáján alakult ki maga ez a kifejezés, hogy az embereket a színek szerint Csoportosították. Ez egy mest, ez az egész világ, egy mesterséges, egy, egy álomvilág tulajdonképpen. Igaza van annak, aki azt mondja, hogy ez egy mi, mi is az, minek hívják ezt a program, vagy hogy mondják, hogy, hogy egy mátrixban élünk, vagy van ennek egy neve, virtuális valóság, vagy szimuláció. Ugyan szempontból igazuk van, hogy valóban amiben élünk, mi benne, az egy szimuláció. Az eredeti világ az nem az, de amiben mi élünk, az az. Egy hazugság. Egy szimuláció. Minden hazugság. És a, a probléma az, hogy a legtöbb ember nem is gondol bele abba, hogy mekkora problémát jelent az, hogyha például újra definiálunk szavakat. 2000 évvel ezelőtt azok a szavak, hogy, hogy bolygó vagy kozmosz, a koszmosz az egy görög, ered, görög szó gyakorlatilag, és a világegyetemet jelenti. A a, a 2000 évvel ezelőtt, mikor használták azt, a, a biblia írói egészen más jelentett, mint most. És rengeteg ilyen szó van. És ez hatalmas problémát okoz az emberek fejében. És úgy gondoljuk, hogy mindent lehet, és mi majd kitaláljuk a valóságot. A probléma az, hogy a valóság el van rejtve ebben a ez mögött a hazugság mögött. És óriási jelentősége van annak, hogy hogyan definiáljuk a szavakat. De mi hozzászoktunk ahhoz, hogy egyszerűen csak elfogadjunk azt, amit nekünk mondanak a világról. Úgyhogy nem volt rasszista, nem létezett ez a, ez a fogalom, hogy rasszizmus. A rasszizmust azért találták ki, hogy a világot megosszák és ez nagyszerűen működik. A magyar is azt hiszi mellesleg, hogy, hogy ő jobb mint a többi nép. Legalábbis én rengeteg olyannal találkozom, aki arról beszél, hogy ő szkíta, vagy szítja, vagy mit tudom én, milyen, mik ezek a bohócok, és ők, mi vagyunk a kiválasztott nép, a pártosok meg, meg mit tudom én, mi? szóval ezek az emberek ugyanebben hisznek. Biztos vagyok benne, hogy ezt hiszi a német, az angol, a lengyel, üzbék, mindenkinek megvannak ezek a kiedelmei, hogy ő valami okrán fogva jobb, mint a többi nép. Attól függetlenül ez még nem így van. Sőt, ha belegondolunk, Magyarországon hatalmas problémát okoz a magyarok és a romák közötti ellentét. Ez mind így van kitalálva okosan? Évtizedek, évszázadok alatt ezt kitalálják, és mesterségesen felépítik és életben tartják. Mert ez megosztja a társadalmat. Úgyhogy ennyit a rasszizmusról. Vegye a fáradtságot mindenki végre, és nézzen utána a dolgnak egy kicsit, és akkor meg fogja látni, hogy a világ egy egész más hely, mint aminek gondolja. Hogy lehet egy olyan könyvet követni, ami hiányos és hazug? Ilyet nem lehet mondani, hogy hiányos és hazug. Eleve, ha hiányos, akkor nem tudjuk, hogy hiányos, mert akkor az hiányzik belőle. Szóval, honnan tudnánk, hogy hiányzik? A másik, hogy hazug, honnan tudjuk, hogy hazug? mi, mi a bizonyíték ezekre a dolgokra? Ha nekem bizonyítékot kell prezentálni arra, hogy amit, amit mondok, az úgy van, miért nem kell másnak is? Mi, mit jelent az, hogy hiányos és hazug? Főleg olyan emberek szájában, akik visszafőben ő sose olvasták. Fogalmuk sincs róla, hogy miről van szó. Azért, mert a következőben azt mondta, hogy miért csak a szellemi fogyatékos Mózes engedte fel a hegyre. Ö, Ezekben nem is megyek bele, mert ehhez ismerni kell az írásokat ahhoz, hogy valaki megértse, hogy egyáltalán miért törte össze a táblákat. Szóval innen lehet tudni, hogy ez az ember nem olvasta ezt a könyvet, vagy olvasta, de nem érti. Hogy lehetett felterelni több száz fajt bárkára? Nem tudom. Oké, nem írja le, szóval nem tudom. Nem érdekel, hogy hogy lehetett felterelni. Azt mondta, hogy így volt, így elfogadom. Ugyanúgy, mint ahogy a tudós azt mondja, hogy. Százezer évvel ezelőtt mi gyakorlatilag majmok voltunk. Senki nem tudja, nincs rá semmiféle bizonyíték. Abszolút semmi. Mutasson valaki nekem egy ilyen fél majmot, vagy egy, egy fél halat, vagy egy akármit. Ha még van hal, meg van béka, akkor kell, hogy legyen egy hal béka valahol. A nem? Akkor ezek szerint ez az evolúció örökké tart. Akkor ennek folyamatosan itt ilyen, ilyen rengeteg átmeneti állatnak kellene lennie. De nincs, hanem mindenből csak ezek a letisztult fajták vannak, amikkel mi találkozunk. Persze, biztos van a tenger alatt valami torszülött egy-két helyen, ami hasonlít egy ehhez, meg egy ahhoz, de az, azt nem lehet mondani, hogy ezek itt hemzsegnek a bizonyítékok arra, hogy, hogy, hogy egy nap mi... Hol vannak a félmajmok? Hol vannak azok a majmok, akik olyanok, mint egy ember, de miért nincsenek azok itt? Ha ez annyira egyértelmű. Oké, okay, úgyhogy mutasson nekem bizonyítékot valaki ezekre a dolgokra, aztán majd én keresek arra bizonyítékot, hogy hogy lehetett több száz állatfajt felterelni a bárkára. Lehet, hogy nem kellett. Hogy kérheted a -e mindenható áldozatokat? Ö, azt csinál, amit akar, nem? Benne van a nevébe. Ha áldozatot akar kérni, akkor áldozatot kér, az kész. Neki nem kell megmagyarázni nekem, hogy mit miért csinál, ő jobban tudja, ő csinálta ezt az egész helyet. Szóval minek kéne neki megmagyarázni nekem azt, hogy, hogy miért kér áldozatot. Megmagyarázta egyébként, hogy miért kér áldozatot. Ha valakit érdekel, csináltam róla egy videót direkt ezért. Az a címe, hogy az áldozat. És akkor nézze meg mindenki, lehet, hogy elvesz egy óra 50 percet az életéből, de meg fogja érteni, hogy mi szükség volt az áldozatra. Ha érdekli. De nem lehet ezeket egy ilyen SMS-be leírni. Oké. Okay. Miért végeztetek ki -e a kiválasztott nép az úr fiait? Nem is értem ezt a kérdést, úgyhogy ezen csak át fogok haladni. Ha én vagyok a nagyhatalmas Isten, miért nem szállok szembe sátánnal? Ez egy bonyolult történet. De megpróbálom összefoglalni, ha valakit érdekel, hogy hogyan működik az, amit mi úgy hívunk, hogy, hogy az ördög, vagy satán, vagy az ellenség. A, a lényeg az, hogy amikor van egy szabályrendszer, és ezt szerintem ezzel mindenki tud azonosulni ezzel a, ezzel a jelenséggel, ha van egy szabályrendszer, úgy, mint ami a teremtőnek a szabályrendszere, ami szerint nekünk élnünk kellene, ami ugye le van írva az úgymond úgy szövetségben, hogy mi az ő szabályrendszer. Ha létezik ez a szabályrendszer, akkor, és ugye vannak ezek a lények, akik ebben a szabályrendszerben élnek, akkor léteznie kell szabad akaratnak, hogy az ember eldönthesse, hogy az szerint a szabályrendszer szerint akar -e élni, vagy pedig nem. Különben nincs értelme ezeket a lényeket létrehozni, mert szabad akarat nélkül csak robotok lesznek. És igazából az ember sem élvezné egy robotnak a társaságát. Annyira senki nem szeret mondjuk az autógyári robotok közelében lenni amik minden úgy, úgy csinálnak folyamatosan. Sőt, azok a számítógépes játékok sem érdekesek, amiben az ellenfél kiszámítható, és mindig ugyanazon a sarkon jön, ugyanúgy kell lelőni, ugyanott a töltény, minden ugyanúgy van. Ez nem élvezetes, mert az ember ki tudja számolni, hogy milyen. Ugyanígy volt ezzel ő is. Olyan lényeket akart kreálni, akik hasonlatosak hozzá, el tudják dönteni, hogy, hogy az ő szabályrendszer szerint játszanak, vagy pedig nem. És természetesen voltak, és vannak mind a mai napig, akik nem. Akik nem hajlandóak. Azt szerint, sőt a legtöbb ember, hogyha belegondolunk, a legtöbb ember nem hajlandó semmiféle szabályrendszer szerint játszani. Az embernek pontosan az a legfőbb tulajdonsága, hogy ő az, aki megmondja, hogy mi a helyes, mi a jó, ezt csináljuk mi. A, mindenki gyakorlatilag a világon most már azt hiszi, hogy az ő véleménye számít. Ezt én, én tanúsíthatom a hozzászólásokból, meg az e-mailekből, meg az írásokból, amiket én kapok. Mindenki azt hiszi, hogy az ő véleménye, az, az számít, és hogy az, az, az érdekes egyáltalán. Pedig én elmondom, hogy nem így van. A legtöbb ember véleménye ugyanaz, mint a másik ember véleménye. Abból a több ezer írásból, amit én már átolvastam az emberektől, elhiheti nekem mindenki. A legtöbb ember azt hiszi, hogy eredeti, hogy vicces, hogy kreatív, hogy, hogy kitalálta a csövön a lukat, de nem érti azt, hogy ugyanazt, amit ő el, elmondott, meg leírt, már száz másik ember leírta előtte. És mind ugyanazt gondolta, hogy ő, hogy ő kreatív, hogy ő intelligens, hogy ő okos, és hogy kitalálta a csövön a lukat. De ez nem így van. Ez a probléma az emberre, hogy nem hajlandó semmiféle szabályrendszerbe beleilleszkedni. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, hogy miért nem száll szembe, nem kell szembeszállnia vele. Az ellenség uralja a világot. Mindenki, aki nem a Teremtőt szolgálja, az ellenséget szolgálja. Két erő van. A lényeg az, hogy ő egy büntetése az emberiségnek. Ő testesíti meg mindazt, ami a Teremtő ellentéte. És ennek a szerintem a legfontosabb uh, tulajdonsága legalábbis az egyik, Mindenképpen a lázadás. És a lázadásra úgy gondolunk a filmek miatt, hogy ez egy pozitív dolog. Valami oknál fogva elhitették velünk, vagy hát nem valami oknál fogva. Pont ezért elhitették velünk, hogy a lázadás az egy, az egy pozitív dolog. És én biztos vagyok benne, hogy most a legtöbb ember arra gondol, hogy a lázadás igenis egy fontos dolog, hogy szembeszálljunk a rendszerrel, hogy küzdjünk, hogy legyőzzük, stb. Forradalom és szabadságharc, ezt is elmondtam a múltkor. Úgyhogy mindenki, aki, aki, az írások, vagy a Biblia ellen beszél, meg megy a saját feje után, vagy bármi más csinál, az gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint az ellenség a kezdetektől fogva szembeszegül a teremtő szavával. Hogyha valakinek egy rövid válasz kell, akkor ezért nem száll szembe. Ő már azt elintézte. Az ellenség ugyanúgy, ahogy mi nem tud kijutni erről az élettérről. Ő neki mindegy. Az ellenség tudja, hogy ő veszített, ő csak magával húzza a tudatlan emberiséget. Neki az a lényeg, hogy minél jobban elrejtse a teremtőt. De nem tudja, mert vannak emberek, akiknek a teremtő felnyitja a szemét, és aztán nem tud vele senki semmit csinálni. Szóval, ha valaki azt kérdezi, hogy miért csinálhatom én ezt itt, amit csinálok, hát ezért. Majd ha ő úgy gondolja, hogy már elég volt ebből, akkor, akkor majd jön a következő fejezet. De mindaddig, amíg ő nem gondolja úgy, addig ez így fog menni, az kész. Úgyhogy ez a... Ez a rövid története, hogy miért nem száll szembe. Neki nem kell szembe vele. Ő hagyja, hogy az emberiség lebüntesse magát. A technológia, amit annyira magyaráznak, itt most is kérdezte valaki, hogy hogy lehet, hogy az iskolában megtanították neked a internet használatot, meg ezt az ökörségeket. Az internet nélkül is lehet élni. Az emberek éltek 2000 évig, bocsánat, 6000 évig internet nélkül. És nagyszerűen el voltak. Azt mondta, hogy nincs bizonyíték neked. Mi a bizonyíték a könyvet hitelességére? Semmi. Ugyanúgy, ahogy, ahogy a többi embernek sincs semmi bizonyíték arra, hogy a Föld egy gömb, vagy hogy mi majom emberek vagyunk, meg ezek a dolgok. Szóval egyezünk ki abba, hogy mindenki hisz valamiben az kész. Én ebben hiszek, a többiek meg abban. Ez a Lilith dolog, ez egy hosszú történet, úgyhogy nem beszélek erről. Miért árulták el Istenek bukott angyalok? Oké, ez egy nagyszerű kérdés, hogy miért árulták el, ugyanazért, miért az emberek elárulják. Mert nem voltak hajlandók engedelmeskedni az ő szavára. Mindenki, aki megy a saját feje után, az tulajdonképpen egy lázadó, és az az ellenséget szolgálja végső soron. Oké, ezeket le akartam rendezni már nagyon régi. A rák hoax, oké, még erről nézzük meg. Én biztos, hogy benne hogy sok embert érzékenyen érint, úgyhogy megpróbálok úgy fogalmazni, hogy ezt számításba vegyem. Nem azt mondom, hogy emberek nem halnak meg ezekben a betegségekben, oké? Nem azt mondom, mikor azt mondom, hogy hoax, hogy ez nem létezik. Én azt mondom, hogy nem úgy működik, ahogy azt nekünk mondják. És ez ezer százalék, hogy így van, hogy nem úgy működik. Biztos legyen mindenki abban, hogy a vírus mint egy, mint egy jelenség, nem úgy működik, ahogy azt nekünk mondják. Semmi nem úgy működik, ahogy azt nekünk mondják. De egy dolgot elmondok. Én a sportban, fitnessben dolgoztam, és azt is tanultam. Ez a szakmám gyakorlatilag. Én, hogyha valakit, valaki érdekel az a, a iskola rendszer, vagy azt fogadja el, akkor én eltöltöttem hat évet a felsőoktatásban, testnevelő tanárgyalok. Szóval van egy fogalmam arról, hogy az emberi test hogy működik, meg úgy általában, a, a, hogy az emberi egészség hogy funkcionál. Szóval a rák, a, az AIDS, múltkor azt mondta valaki, hogy hogy lehet, hogy HOX az AIDS. Ezeket mindet az emberek állították elő, ugyanúgy, ahogy ők manipulálják az időjárást, vagy ők manipulálják, az élelmiszeripart, a vizet, meg minden mást. Ezen dolgoznak itt nappal téve, hogy elpusztítsák az emberiséget. Rák biztos lehet benne mindenki, hogy ezek rájöttek, hogy hogyan lehet ezt csinálni egy ilyen dolgot. Hogy Én vagyok benne biztos, hogy. Sőt, inkább azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy nem úgy működik, ahogy, ahogy azt nekünk mondják. Amit én értek ebből az egészből az az, hogy azok a betegségek, amik a legfontosabbak, amik a leginkább érintenek minket, úgy mint a rák, az éjt, rák a hív, meg az ebola, meg ezek, általában az immunrendszerrel kapcsolatosak, és a halál oka az legtöbbször az immunrendszernek a, gyakorlatilag az immunrendszer nem képes harcolni, és különböző felmerülő betegségeket nem tudja legyőzni. Nem maga a vírus pusztítja az embert, hanem valamilyen betegség az immunrendszer gyengesége következtében. A rák erre egy nagyszerű példa. Az, ahogyan. Tehát az, hogy gyógyítják, az azért, azért nevetségesnek kell, hogy hason mindenki számára, szerintem. Azt nem lehet mondani, hogy a rákot gyógyítják. Az a, az a módszer, amit használnak, az nem gyógyítás. Az nem lehet az. Az, az gyakorlatilag az ellenkezője annak ez, amiről besz ez a az égetni azzal a sugárral, meg a mérgeket belefecskendezni az emberbe, meg szétvagdosni, ez nem gyógyítás. Az egy üzletág, amit ők kitaláltak a betegségek köré. Ugyanígy az AIDS vagy a hív vírus. Az, a HIV vírus, a halál oka az ugye az AIDS, ami, egy ami, szerzett immunhiányos tünet együttes, ez a, az éc maga és az immunrendszer nem képes harcolni, és az ember valamilyen általában a legegyszerűbb, leg idézőjelben betegségek, mint a tüdőgyulladásnál, hát ha ilyesmi, vagy egy ö, szepszis, vérfertőzés, ezekben hal meg az ember, mert nem, nem tud az immunrendszer ellenállni ezeknek, úgyhogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint az, hogy ó, csak egyszerűen van egy vírus. Nem, a kezelés az, ami megöli az embert. Legyengítik fokozatosan az immunrendszert az úgynevezett gyógyszerekkel, amiknek az ára csillagászati, és aztán az ember csak meghal. Gyakorlatilag megölik az embert hosszú távon, és ebből még profitot is húznak. De megint csak azt mondom, hogy mindenki járjon, utána aztán döntse el. Én ezt mondtam a védőoltással kapcsolatban. Én próbálom megmutatni, hogy mi a, mik azok a tények, amik elérhetők az interneten, aztán abban mindenki meghozza a döntés magán, és eldönti, hogy mi az, amit ő hisz. De azt gondolni, hogy az egészségügyben az emberek két nappal át éve harcolnak, hogy minket megmentsenek, az, az nevetségesnek tűnik. Sőt, szerintem rengeteg színházi elem van ebben a a képekben, amiket látunk most, például erre jutott eszembe, ami most van a képernyőn. Ez, ez ugyanolyan, mint mint az összes többi hoax, amit csinálnak. Ez egy színház. Félelem, amit akarnak, hogy az emberek féljenek, hogy ne tudjanak gondolkodni, hogy szaladjanak oda az államhoz, hogy lássa előket, őket, hogy segítsen nekik, hogy húzza ki őket a bajból. Ez a lényeg, amit akarnak. És ezt, ezt a félelem nagyszerűen elősegíti. Mi mindig ezeket a képeket látjuk valami oknál fogva. Folyamatosan. De ezek az emberek küzdenek, harcolnak, azok a szerencsétlenek, akiknek nincs enni, inni valójuk, semmiük, azok halnak meg ebolában, ami gyakorlatilag olyan, mint egy, mint egy, egy náthának az elfajzása, az a vége. Azért, mert az immunrendszerük nem képes harcolni már. Mert nem ettek hónapok óta, nincs mit inni, kolera van, meg minden van, azt közben még felbukkan egy ilyen állítólagos ebola is. Én így értettem, hogy hoax. Nem azt mondom, hogy nem létezik a rák, meg az generálva van az élelmiszeriparra. Nem értik meg az emberek. Valami oknál fogva nem fogják fel. Én annyiszor elmondtam már az, azoknak, akikkel így kapcsolatban vagyok, hogy az, hogy mit eszik valaki, mit iszik, hogy a sport, úgy értve, a fizikális a fitness, az alvás, a stressznek a, a kezelése. Ez, ezeket, ha az ember rendesen kézben, meg ellenőrzés alatt tartja, akkor ezek nem fenyegetik ezek a rák, meg ezek a dolgok. Azért, azért az emberek azért szenvednek ettől, mert úgy élünk, mint az állatok. Az a baj. De tényleg, pont úgy élünk, mint az állatok. Megeszünk mindent, ami nincs leszögezve az asztalhoz. Válogatás nélkül, gondolkodás nélkül az ember iszik, eszik, nem foglalkozik semmivel. Gyakorlatilag teljesen Elvesztette az emberiség a kapcsolatot a valósággal. És ez nem az én hibám, nem én vagyok az, aki ezt idő előidéztem, én csak megmondom, hogy ez van, az kész, ez így van. A legtöbb ember így éli az életét. És nincs semmiféle kitartása ahhoz, hogy ezt megváltoztassa. Úgyhogy ez az, amit én mondok. De nem bántásként, hanem hát, ha valaki kézbe kap és változtat ezen. Így, így értem a rákot. Persze van, aki meghal, és, és jó ember volt, és nem dohányzott, és stb. stb. Nyilván van. De azért azt nem lehet mondani, hogy ez, ez az átlag. Általában az hal meg, aki úgy él. Sőt, Konstantin volt az, mármint Keanu Reeves a filmben, Konstantin, amit mondott, és annyira megragadta akkor benne még én, akkor nem voltam ennek az útnak a közelében, de azt mondta, hogy, hogy tüdőrákba fogsz meghalni, mert két doboz cigit egy nap, és a pokorra kerülsz, mert úgy éltél. És amúgy ez a szituáció a legtöbb emberre, hogy mindennek megvan a következménye, és mindenért megvan a büntetés. Ez az, amire én próbálom felhívni a figyelmet. És ez az, amit, amit demonstráltad. Elmondják az igazságot a filmekben, mert tudják, hogy már mindegy. Meg úgyse veszi komolyan senki. Úgy nem lehet azt megérteni, amit, amit mondott neki az a nő, aki ráadásul szerintem egy angyal volt, valami ilyesmi volt a film sztoria. És, és ez a helyzet, ez a helyzet velünk is. Megvan a következménye a cselekedeteinknek itt ebben az életben és a következőben, ha tetszik, ha Még egy kérdés megnézünk, hogy várjunk, hogy is, hol is tartunk. Ha még van egy pár perc, jó, nem, még negyed óra. Oké. Okay. Miért akarják betörni a búrát? Hogy nézzem el, meg van-e a hozzászólások közt valami itt most. De... A föld gömb alakú. Oké. Okay. De nem nagyon van, úgy látom. Én egyetértek azzal, hogy az étrend megváltoztatásával, meg, meg a gyógynövényeket természetes módon biztos vagyok benne, hogy mindenki óriási különbséget tudna az életében érezni, meg létrehozni. A félelem energiája, így, pontosan így van, hogy Gábor mondja, a félelemben van egy energia, majd egyszer összehozok róla egy videót, de tényleg, hogy hogy működik a félelem, hogy a félelem egy, egy fizikális változáshoz létre az emberben, amit a spirituális rendszer, a spirituális világ gyakorlatilag fel tud használni valóban ja, amit Timor mond, én ezen gondolkodtam, hogy, hogy amit eszel, azzá leszel. Hogy valaki is akar disznó lenni? Úgy értem, hogy valaki is szeretne olyan lenni, mint egy disznó. Keresek néhány képet egy disznóról. Csak mert az emberek annyira imádják a disznót, meg annyit küzdenek azért, hogy, hogy, hogy elsék a, a disznót, de mindjárt pillanat. Én nem azt mondom, hogy mondjuk a... De hát azért még a, birkát nem lehet egy disznóval összehasonlítani, oké? Okay. Valaki akar ilyen lenni, úgy értem, hogy, hogy még a fitness világban is tudja mindenki, hogy amit ami teszel, az vagy tulajdonképpen. Akkor miért akarna valaki ilyen lenni? Persze aranyos, én nem mondom, hogy nem az amúgy. De gondolj már bele mindenki, hogy akárhol a disznó megjelenik, ott olyan bűz van, hogy nem lehet megmaradni az utcában. Azt mindenki tudja azt az, az érzést, mikor egy telep mellett elmegy, és az embernek összefacsarodik az orra, meg, meg rosszul van attól a bűztől. Nyilván minden állatnak megvan a maga szaga, meg, meg nem azt mondom, hogy a, hogy a birka kitakarítja maga után az ólat, de hát azért ezzel nem hasonlítható össze ez. És attól függetlenül én azt mondom, hogy nyilván megvan a haszna, meg meg, meg, meg eszi a lomot, meg egy-kettő jó, ha ott szaladgál a ház körül, mert megesznek bármit. Tehát, hogy megegyem azt, hogy. Í hogyha valóban ilyen lenne, lesz, már pedig ilyen lesz az ember, hogyha ezt teszi, nem? A test ebből épül fel. De hát ezt se hiszem, hogy a legtöbben értik, hogy ez hogy van. De amit az ember megeszik, az aztán beépül a szervezetébe, és abból, abból építi fel magát. Az ember úgy értem, a test. Szóval, ha ilyen disznó dolgokat visz, visz be a szervezetébe, akkor ilyen disznó lesz. Ha, úgy csinál mindegy. Rózi azt mondja, hogy uh, valaki már így néz ki. <laughs> Amúgy így van. Aranyos, de tényleg én azt mondom, hogy, hogy aranyos. És. Uh, és hát nincs is vele baj. Amúgy meg, aki kolbászt teszik, mert szereti az ízét, nincs gáz. Nekem mindegy. Majd a végén mindenki meglátja, hogy, hogy mi, a, mi a szituáció. Oké, okay, most mindenkinek lehet nagy szája, meg magyarázhat ezt, meg magyarázhat azt. Végén majd kiderül. Miért akarja betörni a búrát? Még van néhány percünk, úgyhogy még ezt megnyomom. Szóval miért akarják betörni a búrát, mi, mi lesz betörik, meghalunk, válaszok, köszönöm. Elvileg, ahol ez két ugyanarra vonatkozik, úgyhogy gondoltam összepárosítom őket. Elvileg, ahol becsatlakozik a sátor alja, vagyis a kupola alja a földön, ott elérhető lenne a kupola. Ha igen, az ellenség miért nem onnan támadja, hisz egyszerűbb lenne. Oké. Okay. Az ellenség tud mindent, amit mi most fedezünk fel. Ő tudja, hogy innen nem lehet kijutni. Ő nem ma kezdte, ő ott volt. <laughs> ott járkált a teremtővel egy helyen. Ő tudja, hogy ő nem tud, ő nem nyerni akar. Világos. Ő félrevezeti az egész világot ez a legborzasztóbb az egészben. És ez a legnagyszerűbb számunkra, hogy nekünk van ebből egy, egyfajta kiút, mert mi rájöttünk ezekre a hazugságokra. Mert megmutatta nekünk a teremtő, mert kegyes volt. Szóval az ellenség tudja, hogy, hogy nem tud nyerni. Ő nem nyerni akar. Ő az emberiséget akarja kiírni a föld színéről. Ő teremt egy új lényt. Ezért, ezért hisz a legtöbb ember a tudományban. A tudomány az ellenség vallása, a tudomány ellentétes azzal, amit a teremtő állít. Hogy nem lehet ezt észrevenni? Bármi, amit a teremtő állít az írásokban, annak az ellenkezőjét mondja a tudomány. Két vallás alakult ki. Vagyis hát két irányzat. Az egyik a világé, ami a tudomány ami az ellenkezője az igazságnak, egy hazugság. Meg van magyarázva nagyszerűen ez a lényege. Ha nem lenne megmagyarázva, azt mesének hívnánk, és nem hinné el senki. Az a lényeg, hogy a tudomány rendszere valamilyen szinten koherens. Ezért hihető. Az ellenség kialakított egy mesterséges világot. Azért csinálunk robotokat, azért automatizálunk, azért próbáljuk az embert eltörölni a földről, hogy nincs férfi, nincs nő, hogy mindent lehet, ezért megy ez így, mert ő csinál egy új világot saját magának, ami az ő képére alakul ki, amiben nincs benne az ember. Oké? Okay? Ez a lényegen. Ő nem nyerni akar. Ő nem tud nyerni. Ő tisztában van azzal, hogy nem tud nyerni. Neki elég az, ha az emberek zabálják ezeket a dögöket, teljesen mindegy. Még azt is elhiszik, hogy a mangalica egészséges azért, mert makkot eszik. Erre azt mondják, hogy lehet a disznóra rúst tenni, de attól az még egy disznó marad. Oké. Okay. Úgyhogy ez a, ez a történet ezzel, ezzel nagyjából nem lehet ezen átjutni. De nem is kéne. Nem? Minek is akar valaki kijutni innen? Nem elég itt lenni? Nincs elég tennivalónk itt a földön, minek kellene még nekünk kimenni? Milyen nagyszerűen működik a, a, a rendfenntartó erő itt? Hát ez fenomenális. Úgyhogy köszönet Lalinak meg Viktornak. Szenzációs. De tényleg. Halleluja. <hály> nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Okay, szóval hogy mi van kívül? Elmondta, leírt az első oldalon, megteremtette a, a, ezt a, a mennyboltozatot, a vizek, és elválasztotta a vizeket kívül, meg a vizeket belül. Ez van. Oké, okay. hogy mi van kívül, mennyi víz, hogy néz ki? Nem mindegy. De tényleg. Nincs elég dolgunk itt, hogy kitaláljuk, hogy mi van itt, nekünk azon kell gondolkodni, hogy mi van kívül. Ilyen az ember pontosan. Pont ez az, ami jellemző az ember. Mindig azzal foglalkozik, amivel nem kéne. Oké, okay. ú, uh, villám, gyorsan ezt meg akarom mutatni, ez lesz az utolsó, amiről beszélünk. Azt mondja, hogy mi a véleményed Flat Earth Man-ről? Flat Earth Man egy, hát egy ilyen laposföldes karakter, a nemzetközi, aki angolul beszél, meg nézi ezeket a dolgokat, akkor szerintem az, az találkozott már biztos, hogy benne Flat Earth man -nál. Most azt próbálom megkeresni, valahova elmentettem a... a megvan. Erről a Laposföld konferenciáról egy. Ez a 2018-as, de, de ez szerintem jó lesz. Erre a célra pont jó lesz. Mindenki úgy értem, hogy minden ember, aki ezek közül, de szerintem nem csak angolul, hanem úgy általánosságában véve, aki benne van a közvéleményben. Erről a, ezzel a flat earth meg lapos földek kapcsolatban, az valamilyen formában része ennek a rendszernek. Az igazság soha nem kerül az emberek elé, oké? Okay? Soha. Az igazság soha nem lesz tévében. Semmilyen. Csak azért, hogy lejárassák. Maximum azért. Ezek az emberek, akik a képernyőn vannak, kivétel nélkül mind részei a rendszernek. A legtöbben tudatosan, de szerintem vannak, akik, akik alatt kivétel nélkül Flat Earth Man, itt van jobb alul ő ugyanúgy része, mint a Zen Garcia, aki ezeket ismeri, az, az tisztán Mark Sargent, Patricia Steele, Rob ezek mind részei ennek a rendszernek. Ilyen vagy olyan módon félrevezetik az ember. Hogy honnan tudom? Egyszerű. Mindenki, aki nem azt mondja, hogy van egy teremtő, és nekünk az ő szabályrendszere szerint kell élni, az hazudik. Ennyire egyszerű. Ezért ezért mondja azt, hogy az ő szava az élő és ható és olyan, mint az két élő kard, hogy elválasztja a hazugságot meg az igazságot. Az ember belehatol, az ember mér és el tudja választani azt, hogy mi az igaz és mi a nem. Úgyhogy mindenki úgy nézze ezeket. Nem mondom, hogy nem mondanak igazságot vagy, vagy hasznos dolgokat, de hát, Mr. Thrive and Survive Balalú. Én rengeteget hallgatom, bár mostanában ma annyira nem, de van nagyon sok jó információ, amit mondanak ezek az emberek. Természetesen Globusters, Flat Earth Doctrine, meg nem is tudom, még lesz itt majd Morgile. Én nagyon sokat hallgattam őket, de mind félrevezeti az embert, oké? Okay? Egyetlen egy sem mondja azt, hogy a bibliai koncepció az igaz, és nekünk valóban az ószövetségi instrukciók szerint kellene élnünk a megváltó hitében. Ez az, ami eldönti, hogy ki az, aki igazat mond, és ki az, aki nem. És ezek az emberek bármilyen fájdalmas is hazudnak, ilyen vagy olyan módon, vagy szándékosan, vagy véletlenül. Mindegyik elvisz egyfajta tévútra. A tévút az lehet sokféle. A tévút lehet a szimulációs világnézet, a kereszténység, az a Jézus karakter, akit ő a kereszténység imád, én nem azt mondom, hogy nem volt megváltó, én tudom, hogy volt egy megváltó, de az nem az a karakter volt, akiről ők beszélnek. Aki eljött, eltörölte a parancsolatokat, meg most egy ilyen káoszt hirdetett, hogy mindent lehet. Csak szeretni kell. Ennél egy sokkal szigorúbb rendszer az, amiről szó van. És ezen emberek közül egyik sem mondja ezt, úgyhogy mind hazudik. Mert valaki vagy igazat mond, vagy hazudik. De nem lehet a kettőt együtt csinál. Elmondhatom én, hogy a föld lapos, aztán meg elviszem őket, mint Zengárszia, vagy valaki azt mondta, hogy Barnabás, miért beszélek Barnabásról úgy? Ha valaki meghallgatja Bar Nagy Barnabás most, akkor hallja, hogy amiről ő beszél, az ugyanaz az életfelfogás, amit az elit hirdet folyamatosan. Úgy hívják, hogy gnoszicizmus. Ez az, amiben ő hisz, hogy ez egy... hogy ez egy... Hogy mi az? Egy ilyen börtönbolygó, és van egy börtönőr, és a börtönőr a Biblia Istene. Ez a Gnosticizmusnak a lényege? Hát akkor ezért mondom, hogy persze hihet mindenki azt, amit mondta, ugyanezt hitteti Zengárszia. Azt hiszem erről beszél morgális is valamilyen ökörségről, hogy mi is az, hogy mondják ezt a szimuláció, hogy az van, Mindegyik valami ilyesmi. A legtöbben egyébként egy ilyen keresztény dolgot hirdetnek ezek közül, hogy a ah, Jézus eljött, és akkor most már csak, csak jó ember legyél, meg, meg mit tudom én hinni kell Jézusba, meg ezek a dolgok. Ugyanolyan hazugság, mint az összes többi, csak egy verziója annak. Én sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de ez van. Szóval a Flat Earth Man, ugyanúgy, ahogy mindenki, aki benne van a mainstreambe, az része ennek a rendszernek. Én nem leszek ott soha. <laughs> Nekem nem fognak oda engedni. Ez, amit én mondok, ez nem juthat el oda az emberekhez. Ezért, ezért nem lehet meg. Ha beírja valaki azt, hogy lapos föl, akkor az, az infobabó videókat gyakorlatilag hosszú-hosszú ideig kell, hogy, hogy, hogy keressen valaki, hogy megtalálja úgy, hogy én csinálom a legréótabb, és én csináltam a legtöbbet. És mindenhol lapos földről van szó, a videóba ittottam ott, és nem lehet megtalálni. Nem csak azt a live streamet én nem tudom megtalálni, úgyhogy beírom a pontos címét. Nem tudom megtalálni a, a saját live streamemet. Csak hogyha beírom a pontos címét, meg még utána eh, keresek. Szóval, ezt én mondom, hogy, <laughs> hogy én félrevezetem az embereket, meg ilyenek, hát jó. Oké. Okay. Sajnálom, ha valaki ezt gondolja. De. Ez van? Úgyhogy nagyon jó. Lerendeztünk rengeteg kérdést, még van egy csomó jó, de ezeket meghagyom egy héttel későbbre. Pénteken lesz, az már remélhetőleg úgy fog alakulni a dolog, hogy pénteken itt leszek a gép közelében, és akkor meg tudom ezt csinálni. Én nem akarok senkit megbántani, vagy nem azért csinálom ezt, hogy, hogy most bárki is úgy érezze, hogy, hogy ha valaki nem ért egyet, akkor nem ért egyet, az kész. nekem mindegy. Még, egy, még ezt itt kiiktatom ezt az embert. <tosz> lát. Szóval le lehet menteni a videókat, én, én azt javaslom egyébként, hamarosan a Youtube dolognak vége van, így is, úgy is, megpróbáljuk a, a bitchútot beüzemelni, és akkor, akkor ott még talán el leszünk egy ideig, vagy, vagy valami alternatívát kitalálunk, de ez úgyse fog tudni menni sokáig, különböző okok miatt, úgyhogy, úgyhogy ez van. Szóval... Úgyhogy ez a szituáció. De le lehet tölteni szerintem relatíve egyszerűen. A hangot mindenképp, azt hiszem Easy MP3, valami ilyesmi a, a neve telefonra, pillanatok alatt letölt egy-egy ilyen videót, és akkor azt utána a hanganyagként legalább megvan, de attól függetlenül még van a Soundcloud, hogyha valakit érdekel, bár az többnyire a Yahoo -a útja dolgok vannak rajta, és akkor ott is hallgathatja, de innen is egyszerű letölteni, szerintem a hanganyagot lehet, hogy legtöbbször elég is aki meg akar élni tovább a gömbön, meg az álomvilágban, nincsen gáz. Én nekem az is jó, de én azt mondom, hogy én azt mondom, hogy, hogy semmit nem fogadok el, amit, ami a mainstreamben vagy a közvéleményben bennem van. Sőt, még így búcsúzó elmondom az aranyszabályt még egyszer, bár szerintem az aranyszabályt már itt, aki hallgatja a videókat egy ideje, az, az tisztában van vele, úgyhogy lehet, hogy várok egy kicsit, hát ha valaki tudja az aranyszabályt, és az leírja ide. Nagyon nagy ajándékot nem tudok felajánlani érte, de de még várok egy kicsit, hogy tudja -e valaki, hogy mi az aranyszabály, addig meg kitörlöm ezt az embert is. Nyugodtan gyertek trollkodni. <laughs> Végül is annyira nagy kárt nem tudtad okozni, úgyhogy teljesen mindegy. Az aranyszabály pedig az, hogy minden, amit a legtöbb ember gondol, vagy hisz, vagy vél, vagy csinál, az rossz. Mindig. Oké? Okay? A legtöbb ember, az átlag, a többség, a tömeg mindig téved. Az esetek száz százalékában. Ezt ne felejts el semmi. Senki. Szóval én ezek alapján hozom meg a döntéseimet az életben, oké? Okay? Mindig. Amit a legtöbb ember csinál, vél, hisz vagy gondol, az tudja. Azt lehet tudni, hogy az az hazugság. Valamilyen formában. Ezért átlag. Ezért hívják átlagnak a legtöbb embert. Mert ők nem tudják. Nem azért, mert rossz emberek, hanem egyszerűen csak nem tudják. Oké, okay? találkozunk kedden. És akkor kedden megpróbálok koncentrálni a világra, mármint a mostani helyzetre, ami ami megy. Most meg fogok mutatni egy videót a, a World Government Summit-ról, ami. Hol is van? Mindig elfelejtem, de azt hiszem Dubajban van most. És egy nagyon érdekes do dolgot. Lehet, hogy több videót is megpróbálok összehozni arról, mert. Most már gyakorlatilag nyíltan, folyamatosan arról van szó, hogy integrálni kell az egész világot egy közös rendszerben. World Government Summit világkormány csúcs találkozót jelent egyébként, és... Hopp! Ú, és hamarabb törölted, mint én! Szóval a világkormány csúcs találkozó, és az... Az gyakorlatilag azt beszéljük meg, hogy mi legyen a jövő. Szóval, ezt fogom megmutatni kedden. Ez lesz az egyik. Addig is mindenkinek a leges, legjobbakat, és osszátok meg a videót, meg lájkoljátok most, amíg még lehetséges, meg töltsétek le, meg mit tudom én, amit csak lehet, mert olyan sok időnk már szerintem nincsen, oké? Okay? Úgyhogy köszönhet mindenkinek Viktornak, meg Lalinak a segítségért, és találkozunk kedden. Halleluja!